Sziasztok, 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 gyertek be, vagy üljetek le. Opa, bocsánat. Ezt így viccesen vagy öten megkérdezték, tehát biztos nem vicc, hogy mennyire vagyok fertőző. Semennyire. Tényleg nem. Én is megkérdeztem jó sokszor, hogy biztos nem. Amikor az ember már sárgul, akkor már nem fertőz. Előtte igen, de elég nehéz elkapni, tehát egy ilyen hétköznapi kapcsolat. Szóval biztonságban vagytok, hiten olyan sokan lettek ott a hátsó sorokba. Nem vagyok hála Istennek fertőző. Na, kaptam jó pár kérdést, nagyon-nagyon köszönöm. Ugye az volt az eredeti terv, hogy ez egy kicsit, ez a vasárnapi este vonal most egy icipicit interaktívabb legyen annál, hogy valaki kiáll, mondja a okosságot vagy a butaságot, és aztán mindenki hazamegy, hogy bárcsak lenne valami, aminek az 1.0-ás verziója a kérdés-válasz. Volt szó, meg van szó olyanról, hogy egyszer majd csinálunk ilyen kis csoportokat, meg van nekem egy másik tervem is, de ezek majd jönnek. Mindenesetre gyertek, és amennyire tőletek telik, legyetek aktívak, de tényleg köszönöm a kérdéseket. Örülök, hogy gyógyuló félben vagy, köszönöm szépen. Azt írja ez a valaki, hogy ha hibáztam, nem is egyszer, majd egy megnyerhetetlen helyzetben számon merem kérni Istent az ő hibái miatt, bátor, amiután ő segít és csodát tesz, mivel fejezhetem ki azt a mérhetetlen hálát, amit most érzek? Ez egy jó kérdés. Nem csak a kérdés, hanem az esetleírás. És ez nagyon passzol ez a Jákob sztorihoz. Számon kérni Istent az ő hibái miatt, az, tehát hogy mondjam, több mint meggondolatlan, és több mint bátor. De úgy tűnik, hogy Isten viszont értékeli. Úgy tűnik, hogy Isten minden megnyilvánulásunkat szereti, ami felé irányul. Még akkor is, ha ez negatív előjelű. Én mindig azt gondoltam egyébként, hogy amikor az ember elkeseredettségében kiáll és rázza az öklét Isten felé, az nem rossz, mert Istenhez fordul. Szerintem a legnagyobb bűn, amit Istennel kapcsolatban csinálhatunk, az az, hogy megvonjuk a vállunkat és nem vesszük tudomásul. Nagyon sokszor felmerül az, hogy amikor az ember nehéz helyzetbe kerül, hogy dühösek vagyunk Istenre. Vagy, igen, értetlenkedünk. És én már sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy kérdezték tőlem, hogy én szoktam-e dühös lenni Istenre, és az az igazság, hogy én nem. Nem tudom, miért nem. Máshogy drótoztak össze, vagy máshogy neveltek. Én egyetlen egyszer akadtam ki Istenre, amikor költözködtünk, és kölcsönkértem egy barátomnak az autóját, amire ő nagyon vigyázott, ilyen kis babusgatott autója volt, és vittük a cuccot, és teljesen vétlenek voltunk, és belénk rongyolt egy autó. Az volt életem első karambolja, és így kiugrottam, és emlékszem, hogy ez most miért kellett? Ez most mire volt jó? Egyrészt ők költözködünk, összetörnek a cuccok, tök ciki ez az autó. És akkor ez 15 másodpercig tartott, de úgy felcsattantam, hogy ez miért kellett. És a következő pillanatban meg azt gondoltam, hogy biztos tanítani akar valamit. És én nem szoktam Istenre haragudni. És ezt most nem fényezésképpen mondom, ez lehet, hogy az én, nem tudom, impotenciám, vagy gyengeségem, vagy... Én még azt se szoktam kérdezni, hogy miért. Valamiért ez bennem így mélyen bennem van, hogy szerintem ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen. Nem létjogosultsága nincsen. Még azt sem mondom, hogy Isten nem válaszol, szerintem semmi értelme nincsen. Azt kérdezni Istent, hogy miért. Mert ez a kérdés azt feltételezi, hogy megtudjuk. Én nekem eszembe se jut, hogy én értem Isten útjait. Mindjárt visszatérek a kérdésre. Biztos tudjátok, páran vagy sokan, hogy nekünk 4,5 éve született meg a második gyerekünk, egy kisfiú, már van egy kislányunk, aki
aki betegen született, vagy nem teljesen egészségesen. És akkoriban valamilyen mindenki ezt kérdezte tőlem, hogy és dühös vagy Istenre, vagy kérdezett, hogy miért. És mondtam, hogy azóta egyetlen egyszer se kérdeztem meg, hogy miért. De nem azért, mert nem izgat, hogy kicsit, hát hogy mondjam, nehéz helyzetbe kerültünk, vagy nem izgat, hogy mi lesz a kisfiunkkal, vagy nem érdekel, hogy ezt Isten miért csinálja, de miért, az nem érdekel. Én azt fogtam kérdezni, hogy most mi lesz? Most akkor mi lesz? És amikor Tibike megszületett, akkor álltam, és azt mondtam, hogy most akkor mi lesz? A miértnek úgy nem érzem az értelmét. Nem érzem az értelmét, hogy feltegyem ezt a kérdést. Annak nagyon is, hogy tudott-e Isten, hogy most mit műveltél? Tudott-e, hogy most milyen helyzetet szabadítottál el? Most akkor jössz, és majd megoldod, mert ugye nekünk túl sok lehetőségünk nincs. És képzeljétek, jön és megoldja. Jön és megoldja, és a összetört autót is megoldotta, és a Tibikét minden várakozásunkon fölül megsegítette, meg gyógyítgatja, meg erősíti, és soha vissza nem csinálnám ezt a helyzetet, és le nem cserélném. Szerintem a miért kérdés az egy hülyeség. A most mi lesz, vagy ugye jössz és segítesz, vagy te normális vagy, ezeknek mind van értelme. Szóval egy megnyerhetetlen helyzetben számon merem kérni Istent az ő hibái miatt, ami után ő segít és csodát tesz, na ez annyira isteni. Ez annyira isteni. Hogy fejezhetem ki azt a mérhetetlen hálát, amit most érzek? Hát szerintem úgy, hogy vele maradsz. Az annyira butaság lenne fogatkozni. Na most akkor én ezen túl mindig, mert másnap fogsz ebbe bele sülni. Annyira szánalmasak vagyunk. Én ezen a héten egyébként ezt műveltem, amikor nagyon izgultam, hogy mi lesz. Ugye tudod, Istenem, hogy én bármit megtennék azért, csak nehogy bajom legyen, meg nekem még fel kell nevelni a gyerekeimet, meg tudod, hogy Tibivel nem könnyű, szóval nem hagyhatom feleségemet. Szóval ugye nem azt tervezett, hogy nekem most így itt a végem, vagy most ez mi ez a máj dolog. És annyira béna, ilyen betói, szánalmas emberi dolog, hogy fogadkozunk. Mert én biztos vagyok benne, Isten ilyen... Ja, persze. Maradj mellette. Maradj hűséges, amennyire tőled telik. Amennyire tőled telik. Szóval én mindig azt látom magamon, hogy olyan... Annyira gyorsan elbukom, és annyira gyorsan elrontom, főleg, ha fogadkoztam. Tehát, hogy annyira vékony az, amit én nyújtani tudok Istennek, hogy jobb nem fogadkozni. De egy dolgot ígérgethetek, én próbálok Isten mellett kitartani, amennyire tőlem telik. Jól, rosszul, sárgán. Szóval maradj vele, ő szeret, fogadd el, és egyébként meg meséld el, akinek tudod. Szerintem az jó dolog. De tudjátok, én nagyon hiszek az evangelizációba, de Isten még ezt se várja el tőlünk, hogy na de most akkor menj és mondd el mindenkinek. Milyen érdekes, hogy Jézus mindenkinek azt mondta, hogy erről ne beszélj, amikor meggyógyította őket. Légy hálás, örülj, szeresd. Ja. Szerintem kb. Ezt, tehát az elvárás az kb. Ennyi. Jákobnak, de szépen írsz, aki így kezdted, hogy Jákobnak sok negatív tulajdonsága volt, amelyek sok esetben bűnökhöz vezettek, de nem mindig. Jézus halála által a negatív tulajdonságoktól is megszabadulhatunk, vagy csak a bűntől. Lehet, hogy Istennek az a terve, hogy a negatív tulajdonságainkat nem veszi el, hanem azok által használ minket? Jézus halála által a negatív tulajdonságainktól is megszabadulhatunk, vagy csak a bűntől? Jézus halála által a negatív tulajdonságainktól nem szabadulunk meg, csak a bűntől, de amúgy megszabadulhatunk. A negatív tulajdonságaink azok negatívok, azok nem jók. Tehát, hogy szerintem nincs az a helyzet, ahol azt lehet mondani, hogy egy negatív tulajdonság az jobb, mint egy pozitív tulajdonság. Tehát, hogy ezzel ne csapjuk be magunkat. És az is igaz, hogy szerintem szinte, nem tudom, morális
feladatunk az, hogy azért úgy dolgozzunk magunkon emberileg. Nem tudom, tartozunk ennyivel magunknak és embertársainknak. Biztos vagyok benne, hogy attól, hogy jobb emberré válsz, nem kerülsz közelebb Istenhez, nem vagy egy lépéssel sem beljebb a mennyországban, de ettől függetlenül olvasunk a lélek gyümölcseiről, amíg növekednek bennünk, vagy növekedhetnének bennünk, azokat termelni kéne. Tehát, hogy azokat úgy érdemes növezgetni. Tehát a negatív tulajdonságunk szerintem legtöbbet nekünk ártanak. Hogy lehetséges-e, hogy a negatív tulajdonságaink által, vagy a negatív tulajdonságaink ellenére használ minket Isten? Abszolút. Nagyon-nagyon sokan nem feltétlenül válunk sokkal jobb. Tehát, hogyha nekem van egy emberi gyengeségem, azt lehet, hogy életem végig hordozom. Az is lehet, hogy egész életemben küzdök ellene, és próbálok. Aztán a feleségem 2 évente mondja, hogy ebben még mindig nem változtál. Nem-e? Azt hittem, sokkal jobb vagyok. Sokkal rosszabb. Szóval, hogy ilyen van. Szerintem jó küzdeni, formába tartja az embert, és igen, Isten a negatív tulajdonságaink ellenére is tud használni. Sőt, én még azt is gondolom, hogy olyan hatalmas, hogy az, ami belőlünk negatívan jön ki, az másban pozitívan csapódik le. Mert Isten csodálatos. De az, hogy megtértünk, az nem tesz minket jobb emberré. Egy picit se. Sőt, szerintem nyomorultabbá tesz, mert szembesülünk a saját bűneinkkel, és akkor szúttyogunk otthon. Igen. De fohászkodjunk Istenhez. Kérjük, hogy vegye el a negatív tulajdon. Kérjünk, hogy segítsen, hogy vegye el. Kérjük a Szent Lelket. A Szent Lélek az munkálkodik az emberbe, az pucolgatja a dolgokat. Nem biztos, hogy a jövő héten, de hamarosan egy alkalmat a bűnbánatról és a bűnvallásról szeretnék beszélni, mert ez nagyon jó, hogy itt elrötyögünk, hogy bármit csinálunk, Isten úgy is szeret. De azért ennél tovább is lehet lépni. És ennél Isten, ennél tehetünk többet. És igenis fontos, csak ma nem erről van szó, hogy kérjük a lelket, hogy ez munkálkodjon bennünk, hogy az pucoljon ki minket, hogy hányjuk ki magunkból azt a sok vackot, ami bennünk van. Azért, mert Isten így is szeret, az nem jelenti azt, hogy ezek a dolgok jó helyen vannak. És ez, amiről most beszélek, az túlmutat az, hogy Úristen, kérlek, bocsáss meg a bűneimet, amen. Nagyon sok keresztény megragad itt, és ne gondoljatok ilyen New Age-es szeánszra, de nem egy perc kitakarítani az életedet. És nem olyan egyszerű lemenni olyan mélységekbe, ahova soha nem akarsz lemenni. Mert esetleg Isten olyannal szembesít, amivel nem akarod, hogy szembesítsen. De fogunk erről beszélni, hogy igenis mélyre kell menni a dolgoknak. Szóval majd javulunk. Isten minden vackunkkal együtt tud használni. De nem kéne vacak embernek maradni egyébként. Nem lehet, hogy sokszor azért égünk ki, mert meg akarjuk menteni az életünket, mert félünk elveszteni az evangéliumért. A jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, folytatása egy másik kameraállás. Vegyétek magatokra az én igámat. Nem az a bajunk, hogy félünk Isten akaratától? De, persze. De. Azért égünk ki, mert meg akarjuk menteni az életünket, és félünk elveszteni. Persze, tehát, de. Küszködünk ott, Isten azt mondta nekem, hogy ezt csináljam, hazudom magamnak, és akkor el vagyok valamivel, ahelyett, hogy megkérdezném őszintén, hogy, és erre utaltam az előbb, Istenem, mi az, amit meg akarsz bennem változtatni, mi az, amit ki akarsz belőlem venni, mi az, amit belém akarsz rakni. Ez az óriási bátorság. Szerintem, amit az előbb mondtam, ez a bűnvallás, amikor azt mondja, hogy Istenem, itt vagyok, csinálj velem, ez óriási bátorság. Itt el fogod magad a végére veszteni. Effektíve el fogod magad a végére veszteni. Nem agymosásról beszélek, de egy elég erős vagy teljes alárendeltség
Istenről Isten felé. Ki akarja ezt? Senki. De komolyan. Hát ez egy életveszélyes dolog. És nagyon sokszor az ember csak akkor jut el, amikor már minden mindegy. Amikor már annyira rosszul megy a dolog, hogy jó van Isten, akkor csinálj vele, amit akarsz. Ez tök jó. Az ember a halálos ágyán egyébként állítólag erre nagyon kooperatívan áll. De milyen jó lenne ereje teljében azt mondani, hogy Istenem, én ez tényleg semmit nem ér, hanem te vagy bennem az Úr. És ahhoz, hogy az Úr legyél, ahhoz mi kell, kérdezem félve. Ez csak elkezdi mondani. Ezek félelmetes dolgok. Igen, félünk elveszíteni az életünket szerintem. Én is. Én nagyon. Ezért igyekszünk jól viselkedni, mert akkor hát nem kell annyira elveszíteni, mert jó lesz az már, Isten az, már jó van, már nem turkálunk benne. Szerintem Isten radikálisan akar minket amúgy megváltoztatni. Csak vár. Na majd pár hét múlva. Valaki a kereszténységet egy ekéhez hasonlította, ami akkor fényes, ha a földben van és használják. A sufniban csak rozsdásodik. Igen. A jöjjetek és a hívjatok helyett hogyan tudnánk nagyobb hangsúlyt fektetni a küldjetek és a menjetek parancsaira az Úrnak. Hát... Az eke dolog az tök igaz. Igen, az akkor fényes, ha a földbe van. Azt érzem, hogy ez olyan kérdés, hogy menjünk már, csináljuk. Hát menni kell azt csinálni. Vannak jöjjetek, meg hívjatok órák. Ez most egy ilyen sorozat, tudjátok, ez volt a motto, hogy jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok. Most 6 hétig, vagy 5 hétig, vagy 4 hétig, nem tudom mennyi, most nem lesz küldés. Most nem. Itt a Golgotában szerintem nagyon sokat küldjük az embereket, tényleg. Vannak olyan gyülekezetek, ahol csak küldik, és már mindenki kihullott. Szerintem itt, én nagyon szeretem ezt a gyűlit ebben, hogy van egy ilyen egyensúly. Most ez a sorozat, ez most arról szól, hogy nyugi. Nem kell menni, üljetek le, nyugi van, megfáradtatok, besokaltatok, elegetek van. Van ilyen, nem baj. Fogadjunk, majd Phil úgy találta ki biztos, hogy a következő 6 hét az menni kell keményen. Most ez van. Hogyan tudnánk nagyobb hangsúlyt fektetni? Hát egy másik sorozatban majd küldünk titeket ész nélkül. Ez ilyen, tehát hogy, ja, van ilyen is. Mi lesz Berényi Mikivel? Ő is megtér és ragaszkodik majd Istenhez? Én is ismertem régen a sorozatot, de már megtértem belőle. Egyébként képzeljétek el, kaptam én egyébként itt a gyülekezetben elég, nem sok, de pár embertől azért úgy megkérdezték, hogy szabad-e a sátánnak így szolgálni. De képzeljétek el egyébként, hogy amikor én elkezdtem a barátok közben dolgozni, mint rendező, 8 rendező van, és én vagyok az egyik, sem félig csak voltam, akkor az, hogy mindenkinek van egy hete, és akkor azt a hetet rendezem, meg van egy-két ilyen speciális, és van az egyik rendező, valamiért mindig a temetéses jeleneteket ő csinálja, mert nekem tudom, azt úgy tudja. És akkoriban 2 éve, aki nézte, azt tudja, azt tudta, hogy a Lindácska, Gizusnak a lánya, ő apácának állt. És ezt a vonalat azt mindig én rendeztem. Az Isti tudja ezeket a papos dolgokat. És mentünk zá, és akkor ő apácának állt, és akkor mondták, hogy jó, akkor most a Linduskának bérmálkozás jelenete lesz. Életemben nem láttam bérmálkozást, úgyhogy YouTube videókat néztem, hogy néz ki egy bérmálkozás, hogy a apácának öltöztetett statisztákat tudjam instruálni. Most megjelentek a apácának öltöztetett statiszták. Én ekkora műköröm, vörösre festett, ha így kifel, és néztem, hogy mondom, szerintem nem jól mondtuk el a casting ügynökségnek, hogy milyen típusú statisztákat küldjenek az apácának. A bérmálkozós jelenetben, ha láttátok, minden apáca háttal van, hogy ne látszódjanak. És utána még nagyon sok ilyen katolikus jelenetet kellett forgatnom, mint például Lindácskának a apácává való szentelését, úgyhogy nagyon otthon voltam ebben, mert én tudom ezeket a papos dolgokat.
Szóval figyeljetek, ez is egy ilyen egyfajta bizonyságtétel. Na, legyek-e olyan, mint Jákob? Ne. Jó-e ez nekem? Nem. Miben vegyem fel a kesztyűt Istennel szembe? Legyek-e olyan, mint Jákob? Jó ez nekem? Szerintem nem. Tehát, hogy... De erről szól. Tehát, hogy ha olyan vagy, mint Jákob, akkor ne aggódj, mert Isten szeret. Ha olyan vagy, mint Jákob, aggódj, mert káosz lesz az életed. És Jákobnak káosz volt az élete. És Dávid, aki nagyon jó csávú volt, ő egyet rontott ott el ott Úriással, meg a feleségével, és aztán ott az megnyomorította félig az életét, és meghalt a fia, meg lett Absalom, és üldözt, szóval, hogy szerintem a sorsunknak egy része, ha szabad ilyen szót használni, az a kezünkben van. És ha elbénázzuk, akkor vacak lesz az életed. És hogyha van egy feleséged, és megcsalod, és elvál, de van tőle két gyereket, és fizeted a tartásdíjat, és jön egy másik feleség, és három gyerek. Tehát, hogy tudunk bonyolult életet magunknak gerjeszteni, de jó ez nekünk? Tehát szerintem törekedjünk egy tisztességes, normális, egyszerű életre. Mondom ezt én, hogy engem úgy neveltek, hogy én azért egy elég konzervatív keresztény családban nőttem föl Miskolcon, és akkor kitaláltam, hogy nem is filmes, de hogy engem érdekel a színészet. Miután kaptam két óriási pofont étcsapámtól, utána elmondták, hogy a hívő ember nem csinál ilyet. A hívő ember az nem megy a televízióba dolgozni. A hívő ember az legyen mérnök, vagy nyugiba, tanár, ne feltűnősködjünk. És akkor én egy ilyen feltűnősködős életbe sikerült belemenni, aminek megvan a maga nehézsége. Szóval, hogy ki mint vett, úgy arat. Legyek-e olyan, mint Jákob? Ne, légy szíves, ne. Ne verd át az embereket, ne utáltasd meg magad mindenkivel, ne kavarj a feleségeiddel, ne is legyenek feleségeid. És ne hozd olyan helyzetbe magadat, hogy félsz a testvéreddel találkozni, mert tudod, hogy meg akar ölni. Ne. De hogy miben vegyem fel a kesztyűt Istennel szemben, hát egyrésztről mindenben, másrésztről, tehát ha engem kérdezel, vedd le a kesztyűt, vedd le a cipődet, térdelj le, és terülj ki Isten előtt. Szerintem ez a helyes hozzáállás Istenhez. És én szeretnék mindig így menni Isten elé. Nem így megyek mindig. Ha mindenképpen kesztyűvel akarsz menni, akkor számíts arra, hogy lehet, hogy kapni fogsz vagy kettőt, ő az erősebb. Lehet, hogy hozzá fog érni a csípőcsontodhoz, és aztán nyomorék leszel egész életedre, de lehet, hogy megkapod, amit akarsz. Én nem akarok nyomorék lenni. Én ki akarok terülni Isten előtt. Amikor Dávid nagyon elszúrta az életét, és aztán beteg lett a fia, akkor azt olvassuk, hogy oda ment, és lefeküdt Isten elé, az oltár elé, és ott feküdt 3 napig. Szerintem, és ez most nem ilyen álszerény, igen, tehát ez nem ilyen szenteskedés. Szerintem ez a helyes viszony az ember és Istennél. És amikor Mózes ment, és Isten azt mondja, hogy vedd le a cipődet, mert ez szent hely, nekem ez tetszik. Isten nagy, és mi kicsik vagyunk. Szerintem ez így jó. És az Isten félelem, az szerintem egy gyönyörű szó. Azzal együtt, hogy azt jelenti, hogy mi valahol félünk Istentől. De azért félünk tőle, mert ő nagy, mert ő hatalmas, mert ő mindenható. Tehát az, hogy most Isti azt mondta, hogy menjünk oda, azt boxoljunk Istennel. Ja, menjél oda, azt boxolj egy oroszlánnal. Tehát, hogy én nem azt mondtam, hogy boxolj vele. De inkább boxolj vele, mint sétálj el tőle. Szerintem az, aki oda megy, hogy boxoljon Istennel, az annak monoklia lesz az est végére. De ne vedd fel a kesztyűt, de dobd le a kesztyűt. Szerintem, dobd le a kesztyűt. Van jó keresztény? Ha van, lehetséges, hogy kevésbé áldott, mint egy rossz keresztény? Van jó keresztény? Hát ezen lehet itt teologizálni, hogy Jézus azt mondta, hogy senki nem jó. Vannak jó kereszténynek tűnő emberek. Szerintem mindannyiunknak
törekednünk kell arra, hogy jó keresztények legyünk. Én törekszem arra. Nem tudom, hogy jó keresztény vagyok-e. Szeretném jól viselni a dolgaimat. De Jézus azt mondta, hogy senki nem jó. Mert ha 8 dologban jó vagyok, de 2 elbénázok, akkor pont ugyanolyan béna vagyok, mint az, aki mind a 10 elrontja. Szóval, hogyha azt kérdezed, hogy van-e jobb keresztény, meg rosszabb keresztény, akkor nincs. Van, aki annak tűnik. Na, ez érdekes, hogy lehetséges-e, hogy kevésbé áldott, mint egy rossz keresztény. Ezt az áldottal vigyázzunk. Lehetséges-e, hogy egy rossz keresztény sokkal jobb és sikeresebb életet él, mint egy jó keresztény. Simán lehetséges. Ez nagyon is bánt minket. Én mindent megteszek, én jó vagyok, én nem tudom, nem csalom a feleségemet, nem lopom a pénzt, nem tudom, igyekszem. És ott van ez a gané, aki szintén keresztény, de hát mindenki tudja, hogy milyen, azt mégis milyen jól el van, és gazdag, és és miért? Ilyen van? Miért? Nem tudom. Biztos Isten tanítani akar valamit. Neked is, meg neki is. Most láttuk, Jákob mivel szolgált rá erre a rengeteg áldásra? Nem sokkal, és nagyon-nagyon-nagyon gazdag lett. Nagyon áldott volt. És áldott. Nem csak az, hogy gazdag, mert összelopta, Isten megáldotta. Hogy miért? Ezt Isten tudja. Miért van az, hogy annyi, itt a gyülekezetben is vannak olyan általam már szent embernek tartott, tehát tényleg jól csinálják. Hiszem, hogy Istennek kedves emberek. És ennek ellenére szegények, vagy betegek, vagy egyedülállóak. Értitek? Tehát, hogy miért nem? Nem tudom. Nem tudom. Pedig megérdemelni. Én ezt szoktam. Megérdemelni. Hát, ha ő megérdemelni, és egyedül van, vagy beteg, vagy szegény, vagy valami sújtja. Ő meg, hát mindenki tudja, milyen dolgai vannak, azt nézd meg, milyen autóval jár. Nem tudom. De egyen-egyenként az a dolgunk, hogy hűségesek legyünk Istenhez. Ha sokkal, a kevéssel, a bajjal, a jóval. És ezt nem ilyen könnyedén mondom, mert én vagyok a legjobban felháborodva, amikor nem jól megy a dolgom. Én vagyok a legjobban felháborodva, amikor neki viszont jól megy. Mi a csodáért megy neki jól? Gyarló emberek vagyunk. Nagyon-nagyon gyarló emberek vagyunk. Most válaszoltam én erre, vajon? Van jó keresztény? Igen. Van lehetséges kevésbé áldott. A végén mindenki Isten elé fog állni, és el kell számolnia a dolgaival. Keresztelő János lefejezték. Miért? Hát azért ő ennél jobbat érdemelt. Azért ő rendesen oda tette magát. Azt lefejezték. És másik nyavajás meg jól élt. Szerintem, ez kérdés felelet, én most nem tanítok, mert nem vagyok rá alkalmas. A magán véleményem az, a miért kérdéseknek nincs értelme, nincs létjogosultsága, szerintem. A vad zabolázatlan, kozmetikázatlan, domestikázatlan, tehát, hogy nem háziasított, nagyon jó. Isten azt mondja, Jákobot szeretem, Ézsaú gyűlöltem, fura. Mit gondolsz te erről? Nem tudom. Ezt én is nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Most elkezdhetnék így mellé beszélni, hogy úgy tűnjön, mintha mondanék valamit. Nem tudom, ezt tényleg mondja. És nem tudom. És az a rossz, hogy egyébként erre biztos már valahol valaki megmondta a választ, amit én nem tudok. Azt tudom, hogy Isten engem néha meglep, nem csak azzal, hogy leteszi a garast valaki mellett, mint mondjuk Jákob, hanem hogy ilyen nagyon negatívan megnyilvánul bizonyos dolog. Engem ez a fügefás történet is zavar. Hogy most nincs rajta függ, azt jól megátkozza. Ha engem kérdezel, akkor túlzásba esett Jézus, de hát azért ezt ilyet meg... Tehát, hogy ezt valószínűleg én tudom rosszul. És én tudom a fügefás sztorinak a mindenféle magyarázatait, de közben meg nem értem. Nem is tanítok róla.
Jákobot szeretem, Ézsaut gyűlöltem, hát erről se tanítottam ma. Nem tudom, őszintén, bocs. Nem tudom, de most már olyan a Google, hogyha beírod, hogy Jákobot szeretem, Ézsaut gyűlöltem, akkor ki fog listázni, vagy 8 tanítást. Én biztos, hogy megnézem, mert most ez így zavar. Nincs több kérdés. Ha nincs több kérdés, köszönöm szépen. Szerintem, hogy még akartam valamit mondani. Hogy mennyire problematikus volt Jákob, aki ugye Izrael lett. Izrael 12 törzs. Én mindig elfelejtem, hogy Izrael egyébként az egy ember. Ez egy embernek a neve, ez lett Jákob új neve, miután Istennel megküzdött, és lett 12 fia, 12 törzs, hát azért mégiscsak ők a nagy csapat, vagy szóval a szent család, ha lehet ilyet mondani, persze, hogy lehet, ők a szent család. És akkor a 12 törzs ment, és akkor ott volt Lévi, és ők a papok, és akkor Benyámin, mindenki szerette, József, hát azért József meg, József, hát úgy, József volt a legnagyobb király. És aztán, amikor olvasod a Jákob sztoriát, akkor ott majd ugye ez az 50. fejezetig tart, már ott 40 környékén lesz az, hogy a Jákobnak a fiai, neki volt egy lánya is, Dina. És akkor Dina? Dina. És ott azt egy fiú megerőszakolta, de aztán beleszeretett, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor inkább már feleségül veszlek, mert nagyon szeretlek. És a fiúk egy kicsit így felszívták magukat, hogy ezt mégis hogy. És akkor ravaszkodtak, mint az apjuk, hogy na jó, akkor oké, de akkor nálatok mindenki metélje magát körül, és akkor utána házasodgatunk. És akkor ezek a szerencsétlenek körülmetélték magukat, ami valószínűleg az egy ilyen fájdalmas dolog, mert hogy utána a napok igen sebláz van, és akkor ezek ott fetrengtek a seblázba, akkor jött Lévi meg Simeon, Lévi, akikből a papok lettek, és így kinyírták az egész törzset. De hogy úgy mindenkit ott megöltek. És aztán elvitték a lányaikat, és azokat meg megerőszakolták. És olvastam, hogy a Lévi az nem egy jó srác volt. Tehát ő nagyon meg lett áldva, meg belőlük lettek a papok. Mindig ők mentek ott a Frigyláda környékén. És ez ilyet csinált. És a Biblia ezt úgy hívja, hogy a sikemi vérfürdő. És ha elolvasod, akkor ez tényleg nagyon egy durva sztori. És a Simeon meg a Lévi ilyet csinált. És a Jákobnak az összes kavarása meg a bűne, az így megy tovább. Szóval ne akarjon ellenni, mint Jákob. Ne. És borzasztó bűnöket generálunk. És én nem annyira hiszek így ma, hogy ilyen generációs átkok vannak, de a tetteinknek következményei vannak. És hogyha én elszúrom az életemet, akkor a gyerekem is szerencsétlen lesz, és lehet, hogy még az ő gyereke is issza ennek a levét, az meg nem jó. Szóval inkább amennyiben lehet, ne szúrjuk el a életünket. Ettől nem leszünk jó keresztények, de nem is nehezítjük meg a saját életünket. Jók vagyunk? Jók vagyunk. Nagyon jó, hogy eljöttetek. Bocsánat még egyszer az elejére. Annyira ijesztő volt bejönni, hogy csend van. És akkor benézek, és mindenki így vár. Ezt nem kívánom nektek. Imádkozzunk most. Jövő héten sokkal korábban itt leszek, mint ti. Majd meglátjátok. Bár ez én fogadalom, és akkor ebben mindig belebukik az ember. Nem, de törekedni fogok. Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyán, köszönjük, hogy kegyelmes vagy velünk. Köszönjük, hogy hatalmas vagy, hogy tanítasz minket, hogy olvassuk a Bibliát, hogy forgatjuk az írásokat, akkor egyre inkább kitűnik belőle a te képed, ami lenyűgöző és csodálatos. És néha olyan kicsinek gondolom magunkat, hogy itt ülünk, és így beszélünk rólad, és úgy csinálunk, mintha értenénk, pedig téged nem lehet megérteni, de lehet téged imádni, és lehet téged lenyűgözve szemlélni, és olyan jó lenne, hogyha mi is ezt tennénk. Atyán, köszönjük Jákob példáját, aki teljesen megkavar sok mindent a jó kereszténységről alkotott fogalomrendszerünkben, de olyan jó látni, atyám, hogy te szereted Jákobot, hogy te megáldottál, hogy vele vagy. Atyám, kérlek, taníts minket, vezess minket, legyél velünk a mindennapokban,
egyen-egyenként szólj hozzánk, legyen közöttünk atya-fiú viszony, ne arra legyen szükség, hogy más megmondja nekünk, hogy te milyen vagy, ne arra legyen szükség, hogy más elmondja nekünk, hogy mit vársz tőlünk. Kérlek, vigyél, húzzál magadhoz minket, hogy olvassuk a te igédet, hogy szóljunk hozzád imádságba, és te szólj nekünk vissza. Atyánk, erre a kapcsolatra vágyunk leginkább, és kérlek, hogy áldj meg minket a te lelkeddel, amelyik formál minket életünk végéig. Köszönjük Istenünk a te nagy kegyelmedet. Amen. Amen. Találkozunk jövő héten, jó esetben. Egyen jobb színben leszek, szó szerint. És folytatjuk ezeknek a furcsa bibliai embereknek a kitárgyalását. Köszönöm, hogy eljöttetek.